Az év edzője címet kiérdemelni még Magyarországon is hatalmas siker, hát még Németországban, már pedig ez kétszer is sikerült Nagy Zoltán kosárlabda edzőnek, aki mindezek ellenére hazatért, hogy a Vasas Akadémia fiú szakosztályának szakmai igazgatója lehessen. A korábbi 85-szörös válogatott szakember a vendégem, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok! Kicsit felcsillant a szemed, a 85 az lehet, hogy nem fette a valóságot, mert nagyon sok helyen, nagyon sok számot lehet látni. Így van. Mondjunk 61-et, van egy szám, amit az ember maga számol, mindenféle furcsa mérkőzéseket is talán, és biztos, hogy van egy hivatalos szám, maradjunk a 61-ben. Maradjunk a 61-ben. Jó, maradjunk a 61-ben. 20 év kint Németországban, és mikor bejöttél, azt mondja, hogy a sorsfordító pillanatokban mindig ott vagyok, mert pont akkor csináltam veled riportot, amikor kimentél, és most, amikor visszajössz. Na, hogy telt ez a 20 év? Hát tulajdonképpen egy kalandként indult, családdal kimenni külföldre, és gyakorlatilag egy szakmai képzést külföldön megkapni, talán ez véletlen, de az ember megpróbálja a legtöbbet kihozni belőle. És egy nagyon hasznos, hosszú időszak volt, de pillanatok alatt elszállt, mert az ember épp az életrajzát rakja össze a következő állomásaihoz, és rádöbben, hogy a 20 év az nagyon gyorsan elszállt. De hogy itthon vagyunk, vagyok, a lista hosszú, de mindenképpen a legfontosabb, hogy szakmailag egy nagyon nagy kihívás. Mi az, ami a legnagyobb kihívás benne? Hiszen azt gondolom, hogy ottként minden körülmény adott volt ahhoz, hogy úgy dolgozza, hogy szeretnél, és még szakmailag is tudjál fejlődni. Ezt igen, most átadni de... szeretnéd? Tudni kell, hogy én a Németországban a Bundesligától az U10-ig mindent csináltam, tehát mindenbe beletanultam. És a nagy előny az volt, hogy hosszú távon lehetett mindig valamit felépíteni. És az első legfontosabb, hogy az itteni lehetőség, vagy amivel meggyőztek, hogy próbáljunk egy olyat felépíteni itthon is, mert a támogatása a sportnak hihetetlen lehetőségeket nyitott meg, és hosszú távon építkezni, főleg ha az ember utánpótlás programról beszél, az egy halatlan nagy feladat, egy nagy felelősség, de egy nagyon nagy kihívás is. És elsősorban ez az, ami megfogott. A másik oldal pedig az embernek van egy elképzelése, ha megpróbál egy ilyen szakmai programot összerakni, és nagyon értékes volt, hogy a Vasas vezetőivel beszélgetve ezeket a lehetőségeket remélhetőleg megteremtik, tehát a feltételek meglesznek ahhoz teremtve, hogy tényleg a 10 évestől az U23-ig egy korosztályos képzés, ami egymásra épül, a saját fiataljainkat neveljük fel, és talán a saját fiataljainkkal játszunk egy nagyon komoly szinten. Hát, már saját fiatalokról beszélsz, akkor én egy vendéget hívtam neked, igaz, csak Skype-on tudjuk elérni, ő is valamilyen szinten azért a te fiatalod, méghozzá Fazekas Mátéról van szó, aki ugye már 2014 óta kint van, és te hívtad ki, tulajdonképpen mentoráltad, és a tanítványod is volt. Máté, hallasz-e minket? Igen, sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia, hát ti hogyan fogadtátok azt, hogy Zoli úgy döntött, hogy inkább hazajön? Hát egyik része szomorúak voltunk, hogy el kell várnunk tőle, de másik részről meg boldogok voltunk számára, hogy végre visszatért Magyarországra. Na és neked ez személyesen milyen volt? Hiszen azért nagyon sok mindent köszönhetsz neki. Hogyan folytatódik majd tovább a te életed ott kint? Az Zoli nagyon sokat segített nekem, még itt volt, és Isten igazából nagyon sok mindent köszönhetek neki. Hát a további karrierem itt Isten igazából úgy fog tenni, hogy kosárlabdázok, még iskolába járok. És most az a megtiszteltetésért, hogy a Bundesliga kerettag lehetek. És ezáltal majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Ugye egy 5 éves szerződést kaptál, amiben 3 év még az utánpótlás, de 2 év már a felnőtt csapatban, vagy a felnőtt keretben zajlik, majd hogyan néz ez ki? Így van, hogy 3 év van az utánpótlás, mondjuk az U19-es Bundesligában, és utána pedig 2 év lesz még a felnőtt Bundesligánál. Hogy állsz a tanulással? Megyeget, most 14. osztályban vagyok,
és még ugye 2 éven van hátra az érettségig, szóval most még gázdalok neki, és akkor ott az meg lesz utána. Minden rendben van. Amikor te kikerültél, akkor ugye az volt a kérdés, hogy ilyen fiatalon hogyan fogod tudni megállni helyed. Te voltál talán az első, aki ennyire korán kikerült ehhez a német csapathoz. Mi volt a legnagyobb változás az életedben? Azt mondjuk, a családtól távol legyen az ember, az egészen biztos, hogy nagyon megvisel egy fiatal embert, egy ilyen 14-15 éves fiatalt, de hogy hogyan tudtad a szakmai különbözőségeket venni? Mennyivel volt az más ott? Hát nagyon más volt. Mikor először kijöttem ide edzésre, hát én nagyjából 15 perc után lihegve ültem a padon, mert itt olyan gyorsan játszottak számomra annó, hogy egyszerűen ez hihetetlen volt. Aztán az idővel, mikor egyre többet edzettem, egyre többet futottam, és egyre többet játszottam a csapattársaimmal, egyre könnyebb lett, és így már Isten igazából hozzászoktam ezt a szintet. Te egy magas játékos vagy, és hát ma már azt tudjuk, hogy a centernek nem csak az a dolga, hogy bent legyen ugye a palánk alatt, hanem néha már 3 pontosokat is dobnak kívülről. Tehát a fürgességben, a gyorsaságban, a védekezésben mindenben ott kell lenni. Mi az, ami neked ebben nehezebb volt, vagy mennyire voltál te erre alkalmas, és esetleg nem kellett ezen külön fejlesztést végezni? Hát a védekezésben kintről mindenképpen dolgoznom kellett, és azon mindenképpen dolgoznom kellett, mert annó Magyarországon igazából csak palánk alatt játszottam, és mikor kijöttem, akkor a Zoli mondta nekem mindig, hogy el kéne kezdenem a kintről is dolgozni, mert hogy ez a jövő a kosárlabdában, és igazából neki köszönhetem azt, hogy most már kintről és bentről is tudok szinte ugyanúgy játszani. Ugye attól még, hogy kint vagy Németországban, attól még a magyar utánpótlás válogatottban, a korosztályos válogatottakban mindig szerepelsz. Milyen ott a légkör, és mennyire könnyű kintről visszajönni, és megint felvenni a ritmust velük, akikkel ugye itthon ritkábban találkozol? Hát a légkör az mindig nagyon jó szokott lenni. Felvenni velük így a kosárlabda ritmust is igazából egyszerűen, mert mindegyikük nagyon tehetséges, és nagyon szeretik a kosárlabdát, és ezért mindegyiknek ugyanaz a célja van, hogy minden jobb helyezést érjünk el, és ezáltal igazából semmi akadály nincs annak, hogy együtt dolgozzunk. Mi a legfontosabb kihívás most? Lesz-e már meccsetek akár a hétvégén? Igen, a hétvégén lesz a első-második Bundesligás meccsünk, és az is Ulmban lesz, szóval már arra nagyon készülünk. Hát akkor sok sikert hozzá, és nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél nekünk egy kicsit itt beszélgetni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Szia! Na hát, ilyen szépen beszél rólad az egyik tanítványod. Mit várhatnak tőled azok, akik itt a Vasas Akadémián játszanak? Milyen változások lesznek? Mennyivel változik majd az edzésprogram? Hát a legfontosabbat már említettem, hogy a korosztályok képzésre egymásra épüljön. Egyszerűen minden korosztálynak szinte kötelező jelleggel meg kell a bizonyos egységeket teremteni és edzeni egyéni képzésbe, kis csoportos képzésbe, és természetesen a támadó és a védő koncepció azonos elvekkel épüljön fel. És hát persze a rövid időm, a szeptember 1-től dolgozom, kiderült, hogy késői a kiválasztás, keveset és jobban lehetne edzeni, tehát keveset edzünk, és jobban lehetne edzeni. És ha ezeket a... Bocsánat, hogy ebben kicsit megállok, tehát ez, igen, azt jelenti, hogy nem kéne mondjuk minden nap edzeni ezeknek a gyerekeknek, elég lenne mondjuk heti 3-szor, csak most mondtam valamit egy példát, csak annak minőségben kéne másmilyennek lennie? Egyértelműen minőségben szemléletváltásba előre kell lépnünk. Egyébként én az európai mércéről beszélek, ha valaki később kezdi el a kiválasztást, és kevesebbet és minőségben nem jól edz, akkor egy U16-os korosztály végére megint hátrányba kerülünk, és ha az éveket összeadjuk, az már nagyon-nagyon sok, nem mi tudunk ez, fölkapaszkodni. Mi ez a minőségi változás, amit említesz? Ugye Máté említette talán azt, hogy sokkal intenzívebbek voltak ezek az edzések, de ezen kívül biztos még számtalan. Hát tulajdonképpen ezek az elemek, amiről az előbb beszéltem, nagyon fontos, hogy szerepeljenek az edzés tartalmában. Inkább kevesebbet, de jól, tehát a kevesebb néha több. És hát
Ez is egy fontos szempont volt, hogy én az U16-ig végzem ezt a szakmai igazgatói szerepkört, és tudomásul kell venni, hogyha a kevesebb a több, akkor mi előkészítjük ezeket a korosztályokat a későbbiekbe, és ez meghatározza ebben is a munka minőségét és tartalmát. Tehát egy alapképzésről van szó, amit később egyetlen edző nem fog már elvégezni, és soha nem fogja a gyerek utolérni magát, vagy ezt az említett európai színvonalat. Tehát úgy érzed, hogy pont az alapképzés az nem az, ami kellően megfelelő. Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy az egyszerű labdavezetés, dobás, passzolás, és a legfontosabb, amit a Máté is említett, hogy akár mekkorák a gyerekek, de tudjanak egyegyezni. Látsz-e esélyt arra, hogy itt Magyarországon ezen gyorsan lehet változtatni, hogy azért ez egy nagyon lassú és hosszú folyamat lesz? Hát biztos, hogy ez nem egy gomnyomásra megy. Tehát nagyon gyorsan be lehet lendíteni egy szemléletváltást, de utána következetesen évekig ezen dolgozni, az is egy szemlélet, fegyelem, és mindenkinek tudomásul kell venni, hogy mi a dolga. Tehát itt megint visszatérek, hogy egy U14-es edző azt a dolgot végezze el, ami a legfontosabb, ne pedig úgymond a saját filozófiáját, mert itt nincs saját filozófia, itt alapképzés van. Még egy gyors kérdés, hogy a Bundesligában most már kötelezték a klubokat arra, hogy főállású edző legyen, hogy a fizikai képességeket külön fejlesszék. Ez azért nálunk nincsen meg? Köszönöm a kérdést, ez is nagyon fontos, hogy legyen egy egységes nemzeti struktúra, és az egyik szempont, ami nálunk szintén elkezdődött az én érkezésemmel, hogy főállású atléta vagy kondicionáló edzőnk van, aki tényleg ott van a gyerekeknek, tehát nem az NB1-es csapatnak, hanem tartja az U10-es, U12-es, U14-es edzéseket, szintén alapképzés. Ez alatt a megérkezést, megállást, felugrást, leérkezést, és a legnagyobb intenzitással. Mert az európai szint nincsenek trükkök, meg titkok, egy hallatlan intenzitással, és egy fantasztikus egyéni védekezésről szól. Hogyha az alapok nincsenek meg, ebben nem tudjuk megállni a helyünket, és messze-messze elmaradunk már 16 éves korunkra az európai mércétől. Még annyi mindent tudnék kérdezni tőled, például a válogatott szerepléséről is, de sajnos az időnk véget ért, hogy azt kívánom, hogy sikerüljön ez a munka, és tényleg meg tud valósítani, amit szeretnél. Nagyon köszönöm. Szépen köszönöm.